öntöm a kéményét. Az én kéményem, no megáll csak, majd adok én neked. Még hogy az én csúkom, na gyere, ha mersz! A Kun-Kuckó diák színjátszó szakkör úgynevezett szakköri randevúra hívta az általános iskolásokat, ahol Arany János Fülemmile című ebbeszélő költeményének színpadi játékát mutatták be. A Kun-Kuckó az tulajdonképpen 2008 óta működik az intézményben, de hát hosszú kihagyás után, mert Covid helyzet volt, utána energiatakarékosság, tehát 2 év kihagyás után egy teljesen új csapattal kezdtem el dolgozni 2023. októberébe. Úgyhogy ez az első fellépése a gyerekeknek, akik hát kicsit izgulnak, de remélhetőleg, hogy jól sikerül ez a mai fellépésünk. Nézzék, emberek, ezek már megint feszekednek. Szabó Péternél riporterünknek elmondta, hogy csütörtökönként tartják a szakköröket. Itt általában gyakorolni szoktak. Vannak beszédtechnikaórák, improvizációs foglalkozások is, sőt önismereti játékokat, illetve társismereti játékokat is játszanak ezeken az alkalmakon. Erre a darabra úgy próbáltak, hogy a foglalkozás fele próba, a másik fele pedig játékos tréning volt. A drámapedagógust arról is kérdeztük, miért éppen ezt a költeményt vitték fel a színpadra. A történet kiválasztása nem egyszerű, mert ugye előbb meg kell ismerni a gyerekeket, 13-an vagyunk, hogy milyen karakterek, ők már ugye felső tagozatosok, tehát azért a mesék világából már most egy kicsit kimentünk, és mivel ez tananyag 7. osztályba Arany János és a Fülemle, ezért gondoltam arra, hogy ezt most megpróbáljuk. Meg hát nézni kell azt is, hogy hány fiú van, hány lány, és hát mint általában nekem sokkal több a lány most ebben a csoportban, mint a fiú. Ezt szemeltem ki oltárnak. Honnan Isten kiúk a reggel, magasztalja szép énekkel. Magasztalom szép énekkel. Megköszönöm be a napot, melyre én fáradtam. Szabó Péterné hozzátette, hogy szeretné ezt a színházi világot megismertetni, és megszerettetni a mai gyerekekkel is. Ez a Kun-Kuckó diák színjátszó szakkör legfőbb célja. Az alkalmakon olyan új barátokat ismerhetnek meg a diákok, akik ugyanúgy érdeklődnek a színjátszás iránt. Sok-sok izgalmas gyakorlat és remek jelenet vár a tanulókra a szakköri órákon. A képek ékes bizonyítékai, hogy a gyerekek nem hiába vettek részt a foglalkozásokon. Felkészültségüket a közönség is vastapsal jutalmazta.